Szervusztok! A mai epizódban ígéretemhez híven egy SimCity speedrunt láthattok, melyben a többszörösére felgyorsítva fogok nektek egy várost felhúzni a nulláról, úgyhogy ehhez megfelelően fogom majd utólag kommentelni a dolgot, úgyhogy ezen ne lepődjetek meg, úgyhogy csapjunk is bele. Na, elsőnek ugye itt megnéztem, hogy merről fúj a szél, majd elkezdtem letenni az utakat. Hát a hikamat utakat választottam, mivel azokkal gazdaságosabb így az elején, majd áttértem ugye a magasabb fejlettségi utakra, és szépen teleraktam az egészet lakóövezettel. A felső részben ugye, hogy ne fújja rá a lakóövezetre a szél a szutykot, felraktam az ipari zónákat, és átutazóban pedig pár kereskedelmi épületet, hogy a forgalom az úgy rajtuk keresztül menjen a munkahelyek felé, és akkor így jó is lett. Szépen, akkor már meg is van a városháza, és az utakat is felfejlesztettem. Viszont itt most azt a taktikát követtem most már, hogy a főutakat meghagytam a legmagasabb sűrűségűnek, és onnan a levezető utak, tehát amik ott így hosszan lekanyarodnak, vagy hát így merőlegesen, vagy párhuzamosan futnak egymással, elnézést, azok már egyel kisebb utak, és így talán a forgalom nem lesz olyan vészes a kereszteződésnél, hogy megnézem, hogy van-e valami nyers érz, de így nincsen nagyon semmi kedvem kibányászni őket. Jól van, park! És akkor itt elkezdtek már felépülni a magasabb ligába tartozó szímek. Jól van. Na és itt szépen itt is utakat alakítok ki. És itt is ügyelek arra, hogy lehetőség szerint ugyanolyan intenzitású utak, vagy hát ugyanolyan forgalmú utak ne keresztezzék egymást, mert azok felelősek a forgalmi dugója. De közben egy kaszinó, oda egy szennyvíztisztítót a sarokba. Még egyszer mondom, hogy ez 8-szoros gyorsításon van, tehát ami nektek most egy 25 perces videó lesz, az a valóságban nekem egy 3 órás játékot igényelt, úgyhogy ezért is késtem ilyen sokat a dologgal. Na, de szép lassan fejlődik a városka. Még több gyárat húzunk fel. És jön a bevétel. Látjátok, folyamatosan zöldben vagyunk. Szemét is megvan. Ne legyen túl sok szemét. És egy szélerőművel kellemesen el lehet látni az egészet. Jól van, oda megy még hosszabb utacska. És akkor oda is mennek lakóvezetek, hogy legyen elég munkás a gyárakba. Plusz ide is jöhet akkor valami szórakoztató egység, hogy itt is már a közép kategóriás szímek, vagy hát a közepesen gazdag szímek jönnek, és jön egy kórház is a város szélére. Valahova majd a pénz is lesz. Meg is van. És akkor ott is látjátok, elkezdtek átépülni a házikók. Nézem folyamatosan, hogy mennyire fejlődnek a lakosok, hogy mikor lesz ugye házfejlődés, és itt is egy újabb lakótömb. Szépen egy hát a legnagyobb sűrűségű egysáv vagy kétsávos utat lerakom, és akkor ott a közbűső utcák, meg ugye kisebb utcák, és akkor általában azokat a részeket szoktam csak behúzni épülettel, elég egy részt is, mert akkor teljesen beépíti, ahova szeretnénk, hogy nyíljanak a házaknak az ajtajai. Érdemes nem a főutakra nyitni őket, ha mód van rá, vagy hát mindig a kisebb utakra, mert akkor viszonylag a dugó az a kis utcákon fog ugye szétoszlani, és nem a főutak dugulnak be, ahol ugye szeretnénk, hogy a forgalom az jobban haladjon. És úgy érzem, hogy ez a taktika működik, de ezt majd meglátjátok majd pár perc múlva, amikor majd nagyobb lesz a város. Igen, nagyobb lesz. Nem is kicsi. És akkor így legalább látjátok, hogy hát 25 perc alatt is fel lehet húzni egy több tízezres nagyságú várost kis csalással, hehe. Na jó, csak viccelek. Mondom, hogy ez egy ilyen 3 órás kis session volt. Ó, és közben tűz is van. Ja igen, mert leraktam tűzoltókat is. Most itt próbáltam proaktív lenni, tehát előre gondolkodni.
És hál' Istennek, mivel elég nagy területet beépítettem lakosokkal, akik ugye fizetik az adót, mint a katonatiszt, volt pénzem rendesen, úgyhogy ezeket a különböző közmű szolgáltatásokat, mint tűzoltóság, rendőrség, erőmű fejlesztés és kórház, ezeket előre fel tudtam építeni. Igen, most egy rendőrséget próbálok valahol letenni, meg is van, és majd oda fog mellé menni a kaszinó később, ami még majd egy plusz bevételforrást jelent majd a városka számára. És akkor így, ha látjátok az elhelyezést, akkor hát ugye középen a lakóépületek, akkor a szélén nem szélirányba a gyárak, hogy ne fújja vissza a városra a szennyet a szél, és a kettő között pedig a kereskedelmi épületek, hogy az átutazó szimek akkor a munkában menet, a munkából a hazafelé menet, akkor tudjanak vásárolni egy jót. Parkot, mindenhol a parkot, még több parkot. Azt szeretik a szimek. És közben, hát folyamatosan nézem így a munkaerő kereslet kínálati arányt. Oda is még park, pár kereskedelmi épület. A kereskedelmi épületeket, ha már így széltében így a városka kiterjedésen növöget, akkor érdemes más régiókba is pakolni, mert azért a szimek szeretnek közel lakni a kereskedelmi épületekhez. Ha módjuk van rá, mert ha ez nincs, akkor elégedetlenséget szülhet. És most jön a kaszinó! Yeah! Ugye a rendőrséget már jó előre megépítettem, hogy elkezdjenek járőrözni, kicsit bejárassák az utcákat, és akkor a kaszinó által generált bűnözési hullám az nem lesz olyan vészes. Aztán később majd érdemes fejleszteni a rendőrséget is. Aztán fogom is. Hát pár perc múlva. Láthatjátok, na itt a kaszinó, hát egy ilyen kicsi hikomat kaszinó, de az épp elég arra, hogy a kellő többletbevételt majd így generálja a városkának, viszonylag komolyabb problémák nélkül. Hát ez egy ilyen mindenes városka lesz, tehát van benne ipar, kereskedelem, kaszinó, és megjelentek az első sorházak, és ha jól nézem, ez így a 20-30. Perc után így a játékban. Kb. És épülnek át a gyárak is, itt éjszakon. És tényleg csak annyi a dolog, hogy mindent a szimeknek biztosítani, és akkor, hogyha Isten is úgy akarja, és türelmesek vagyunk, szép lassan fejlődnek majd a házikok. Ó, itt jönnek a gyárak. Na, közben valami zenét is raktam ez alá a videó alá, remélem, hogy így tetszik. Abszolút jogtiszta zene, úgyhogy nem lesz belőle probléma. És azért próbáltam valami olyat választani, ami így a SimCity hangulatához. Hoppá, UFO támadás! Viszik el a nagyit az UFO-k. Ah, és ott szétlőtt egy épületet. Hát, volt egy kis para, de hál' Istennek nem okozott komoly károkat. Apropó, így szerintem azt a zenét fogom ide berakni alá, vagy már azt halljátok, amit így a SimCity játék bemutató videók alatt is használtam. Úgyhogy a játék bemutatók között meg is nézhetitek majd, ha esetleg nem láttátok. Valószínűleg sokan jóval azután csatlakoztatok a csatornához, hogy ezt a videót elkészítettem, de mondom, a csatornám tele van már SimCity videókkal, meg minden más egyéb videókkal, és a játék bemutató playlisten megtaláljátok a SimCity játék bemutatót is, úgyhogy az 10-12 perces, szerintem elég jó pofa lett, úgyhogy érdemes megnézni azt is, hogyha valakinek még új lenne a SimCity, ismerkedik vele, illetve ez a videó is így elég jól prezentálja, hogy miket lehet kihozni a játékból pár óra alatt. De azt hozzá kell tegyem, hogy azért jó sokat kellett nekem is szívnom, tehát nem egy várost tettem tönkre, mire úgy ráéreztem, hogy mit, hogy érdemes csinálni. És hozzáteszem, hogy még így se tudok tökéletes városkákat létrehozni. És megjelentek közben a középosztály, tehát a második gazdagságú szimeknek is a szép apartmanjaik, vagy sorházaik, vagy lakóparkjaik, és közben egy iskola is épült.
nehogy már hülyék maradjanak szegények. Az oktatásra is érdemes befektetni, mert akkor úgy a szimek kevesebbet, ha okosabbak, kevesebbet szemetelnek, közben bővítem így a városkát. Kevesebbet szemetelnek, spórolnak az árammal, meg még egy-két ilyen apróság, de sok kicsi sokra megy. Na és ide már ilyen plázákat rakok be, hogy a gazdagabb, a leggazdagabb szimek is végre megtelepedjenek a városkámba, és majd pár perc múlva látni fogjátok, oda felhúzok egy ilyen új gazdag negyedet. Ó, és közben így nézem, már minden zöld, tehát azt jelzi, hogy hamarosan nagyon sok ház fog tovább fejlődni, hogyha megfelelő sűrűségi út van elé helyezve, illetve ha az utat tovább fejlesztjük, illetve van elég helye a fejlődéshez, úgyhogy ha minden így szép zöld és eléri ezt a felső zöld síkot, akkor tovább fejlődik a házikó, úgyhogy hamarosan nagy népességrobbanás lesz. Most ha jól látom, olyan 8000 körül van a lakosság, de hamarosan ez fel fog szökelni jóval 10000 fölé, hogyha átépülnek a házikók. Ó, és meg is lett! Megépíthetem majd a villámat, és közben épül az új gazdag lakótömb, vagy hát ilyen új gazdag negyed. Szépen ott a közbűső utak, azok ilyen kis kisebb sűrűségű utak. Rakok le még pár plázát, hogy növeljem a telekértéket. És alapvetően a telekértékkel lehet befolyásolni, hogy milyen, hát milyen gazdagságú épületek legyenek. Tehát első, középső vagy harmadik a leggazdagabb. A sűrűség meg ugye idővel növekszik, hogyha minden igényt kielégítünk. Na és közben leraktam egy szennyvíztisztítót oda a sarokba, és majd ezzel fogok ott végtelen víz készletet generálni, ugyanis a szennyvíztisztítók maguk alatt szép lassan, de generálják a talajvíz készletet, és akkor ha a tő szomszédságába építem majd a vízszivattyút, akkor sose fog a vízszivattyú alul elfogyni a víz, és ezáltal végtelen vízkészletekhez jutunk. Na, kicsit parkosítok. Így sokkal szebb lesz a város ilyen erdőkkel. Tüp-tüp-tüp-tüp-tüp, minden, kinőtt a fa. És ahogy nézem, még iskolát is fejlesztek. Hát van itt pénz, van itt pénz. Az oktatásra is érdemes befektetni, főleg, hogyha van ipara is a városnak, mert a magasabb oktatással ugye elérhetővé válik majd később az ipari főiskola, meg majd az egyetem, és azzal lehet majd fejlettebb ipart létrehozni, illetve high-tech ipart, ha már van egyetem, ami azon túl, hogy tiszta, és nem szennyezi a környezetet, sokkal többet tejelnek ugye a kasszába is, úgyhogy megéri befektetni. Egyébként ennek a videónak az a tanulsága, hogy merni kell szép nagy területeket már az elején beépíteni. És figyelni, de közben figyelni a balanszra és előre gondolkodni így a szolgáltatásokkal. Mert amit látjátok, elég jól fejlődik a város, és semmi különösebb probléma nincs, és valóban 3 óra alatt egy egész korrekt kis városkát lehetett felhúzni. Közben, ahogy nézem, elértük a 15000 slagost, oda az új gazdag negyed megépült, költöznek be szépen a gazdag szimek. Leraktam az én kis villámat is, és látjátok, amint letettem a parkomat, átépülnek ezek a rezidenciák. Közben fejlesztjük a kukásokat. Hát, ironikus volt a kukás, a szeméttelepet az új gazdagok mögé telepítettem. Nagy állat vagyok, tudom, de hát minden nem lehet tökéletes. És közben megjelentek az első irodaházak is, ott a kereskedelmi résznél, és ott van a szennyvízszivattyú mellett már a vízszivattyú. Úgyhogy végtelen víz projekt az beindult. Egész poén így visszanézni a játékot, így ilyen gyorsítva. De legalább látjátok, hogy gyakorlatilag hogyan csinosítgattam, meg hogyan haladtam előre így a város fejlődésben, így egy videón belül. Aztán utána, hát mondjátok, hogy ez így hogy tetszett, aztán lehet, hogy később is csinálok majd ilyen SimCity timelapse videókat. Ó, és ott is épülnek, látom, középosztálybeli lakóparkok.
így szépen gyarapszik a városka. Egyébként arra kell számítani, hogy így a népesség robbanások így időszakosan jönnek, amikor ugye egyszerre több ház éri el azt a fejlettségi szintet idővel. És akkor egy ideig mondjuk így bevagytok akadva ilyen 7-8 ezerre, aztán egyszer csak elkezdenek átépülni a házak, mint a vadállat, és akkor hirtelen lesz 15-20 ezer lakosotok. Csak ugye akkor gyorsan fel kell készülni a megváltozott körülményekre. Más új igények, többet esznek, többet fogyasztanak, több szennyvizet termelnek, és a többi, és a többi. Látjátok, itt pár ház az hiába van maximálisan zölden, de nem fejlődik tovább, ennek oka, hogy a környező házak már mind felépültek. Na és ott jön az ipari főiskola, úgyhogy az ipar is majd, az ipari épületek is majd fejlődni fognak hamarosan. Tehát érdemes úgy csinálni, hogy legyen helye a házaknak a fejlődésnek, de időnként előfordulhat, hogy a már tovább fejlődött házak ugye beszorítják a kisebbeket, amik mellette vannak. Na, közben lerakok még plusz szennyvíztisztító modulokat, mert ott a, akkor jobban termelik a vizet, és így akkor a szivattyú nem fog elfogyni, mert ahogy néztem, kicsit jobban szívta el a talajvizet, mint ahogy egy szennyvíztisztító termelt. Közben az erőművet is fejlesztjük, remek. Na és három ilyen szivattyú, vagy szennyvíztisztítóval már egy ilyen vízszivattyú modult tökéletesen el tud látni, úgyhogy még pluszba is termeli alatt a vizet. Ó, és ott már épülnek szépen a nagyobb, a legnagyobb sűrűségű irodaházak, ahogy nézem. Szép sötétkép kell jelzi. Az a pár ház még nem fog valószínűleg tovább fejlődni, mert ugye ott körülöttük már minden be van építve. És ó, de szép nagy toronyházak, és megjelentek az első toronyházak. Hát most tartunk a videónál a 17. percnél, ami ugye már hát ilyen másfél óra játék volt a valóságban. És közben itt felhúztam már egy sugárutat, és látjátok, hogy a sugárutat ilyen kicsi kétsávos utakkal kereszteztem. Tehát sugárutat nem keresztezek sugárúttal. És akkor oda is parkokat, és ide is akkor szeretnék valami középosztálybeli sim lakó negyedet kialakítani. Ide is még utacska. Így megy a város, szépen fejlődik. Közben folyamatosan monitorozom, hogy az igények, így a betöltetlen állásokból mennyi hiányzik. Hát általában nekem mindig van munka, tehát jóval több munka. Itt meg egy hotel is épült itt a gazdag negyed mellett. Tök jó. És folyamatosan csinosítom. Olyan még előfordulhat egyébként, hogy ha még tovább fejlődnek a házak, akkor idővel a házak melletti ugye helyhiányában nem tovább fejlődött házat úgymond magába olvasztja a továbbfejlődés közben a nagyobb házikó, és akkor így eltűnnek ezek a kis magányzó, hát fejlődni vágyó viskók, és átadják helyüket szépen a toronyházaknak. Na és már a kereskedelmi részben szépen megjelentek az első toronyházak, és a gazdag negyedben is elkezdtek tovább fejlődni az épületek. A következő fokozatra, a következő sűrűségi fokozatra, és egy nagyon kellemes kis apartman villák lettek ott. Mindeközben úgy tűnik, hogy áram szűkében vagyok, úgyhogy ideje áttérni széntüzelésű erőműre. És akkor a napenergia, vagy a szélerőművet meg lebontom. Egy széntüzelésű erőmű már bőven megengedhető így ilyen bevételek mellett, amik most vannak. Ó, és az egyetem is elérhetővé vált, hála a közösségi főiskolának, vagy hát az ipari főiskolának. És akkor az egyetem lehelyezésével meg hamarosan majd megjelenik a high-tech ipar is. Csodás. Az utakkal itt annyira nem játszottam, tehát a lehetőség lenne ilyen nagyon szép, kanyargós, realisztikus utakat készíteni. De hát itt többnyire csak ilyen egyenesek, meg derékszögek,
egy-két helyen kanyarodik csak el. Illetve augusztus végére ígérték az út magasítást, vagy az alagút készítést egy patchben, a 7.0-as patchben. Közben egy tömegközlekedés, busz csomóponttal, mert sipoltak, hogy dugók vannak. Úgyhogy pár helyen, ahol látom, hogy nagyon sok autó megy. Na és látjátok, itt már tökéletes a vízellátottság. Már ha tudjátok követni. Ó, és megjelentek az első panelek. Szomszédok. És... hát most már megjelentek ugye a harmadik sűrűségi házikók. Itt még egy kicsit kiegészítettem a... lefedettségét a lakóvezetnek, hogy átépüljenek. Ó, itt elköltöztek bűnözés miatt, úgyhogy a rendőrséget sem lehet fejleszteni. Ó, és ott épül megint át az ipari épület, toronyházak. Ú, egy újabb kereskedelmi toronyház. És az első high-tech ipari épület is építés alatt van már. Remek, és most járunk így a 21. percnél. Hát ez már lassan közelít egy ilyen több mint két órás játékhoz. És ott a high-tech épület, jaj de jól néz ki, közben beesteledik. Csodás, és ott mi épült, nézzétek! Nagyon szép, maximális fejlettségű high-tech épület, csak hát ugye munkaerő hiány van, kevés a lakos. Továbbfejlesztem a polgármesteri hivatalt, a Jenőnek rakok rá még ilyen rendőrségi, tűzoltósági cuccot, mert azokat is tovább tudjam fejleszteni. Ha egyébként ilyen high-tech iparunk van, érdemes majd a tűzoltóságra rágyúrni, meg az egyetemnél ugye egy mérnöki kartra behúzni, hogy vegyvédelmi tűzoltókat tudjunk majd alkalmazni. Na, még több szemetes. Na, hogy belefulladjanak a trágyába a városlakók. Mert a vegyi tüzeket a high-tech ipari létesítményekben csak a vegyvédelmi tűzoltók tudják eloltani. És akkor így könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy folyamatosan ipari tüzeink vannak, és így állandóan újra kell épülniük az ipari épületeknek, ami ugye ebben bevétel kiesés jelent. Ó, és nagyon jó kis lakópanelek vannak már. És elértem a 40.000 lakost. És akkor oda jött a villám is, ami láthatóan nagyon sok pozitív fejecskét eredményezett a városban, jó hatása volt a városlakók közérzetére. Ilyenkor tök poén, mert ilyen futótűzként terjed végig egy ilyen smiley erdő a városon. Hát az egyetem, ó, és itt már minden gyár átépült high-techre. Közben itt lehet fejleszteni így a villácskát. Ó, és majd nézem, ide is nem árt egy újabb tüzelő kohó, hogy még több áramot termeljen így a városkának. Ó, ott középen elnéptelenedett egy toronyház. Nem baj, ilyenkor, ha lebontjuk egyébként, akkor már ugyanolyan sűrűségben épül újra. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos kis dolog. Kaszinó is tök jól üzemel. Ó, és nézzétek csak, mi épül ott. Két toronyház. Na és akkor most itt felgyorsítva látjátok, hogy megépül a toronyház, meg középen is épül már újabb kettő kereskedelmi toronyház. Úgyhogy most egy ilyen kis timelapse. Mennek a felhők szépen. És mindjárt kész. Ott az egyik, ott a másik. Közben továbbfejlesztem a villácskámat. Na és itt vannak az ikertornyok. Itt középen is nem sokára elkészül. Na és már 40.000 lakos fölött vagyok, bőségesen ide is felhúzok még egy újabb kis sugárutat, kisebb utakkal keresztezve, ahogy kell. És akkor így a forgalmi dugóknak is nagyon jól elejét lehet venni. Hát, ez cirka fél év kellett, míg rájöttem, de hát ez van. Jobb később, mint soha.
este van, kiki nyugalomban. Fejlesztem a villát gőzerővel. Kis útátépítés, és akkor ott a lakóházak is fejlődésnek indulnak, látjátok? És már húzzák is fel őket. Dolgos emberek. Hopp, ott elnéptelenedett a gyárocskám. Ezeket újraépítjük. Ja. Hát akkor ez volt a SimCity Speedrun videóm. Remélem jól szórakoztatok, és hát hasznosnak is találtátok, mert így láthatjátok, hogy így a nulláról hogyan lehet egy elég szerintem pofás kis várost kialakítani. Közben átépítem a gazdag negyet, és elkezdtek építeni új gazdagoknak toronyházakat. Na ezt még megvárjuk, illetve megnézzük. Ugyanúgy timelapse videó. Szép lassan megnő a házikó. Dong 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 dong. És ott az első. Nagyon szép, csillog rajta a napfény. És ott a második is, úgyhogy most már új gazdagoknak is van szép toronyháza a városkában. Lement a nap. Én pedig akkor megköszönném a figyelmeteket. És remélem, hogy jól éreztétek magatokat ez alatt a 26 perc alatt. És találkozunk majd egy következő SimCity videóban. Kommentekben ne felejtsétek el elmondani, hogy hogy tetszett ez a kis timelapse videó, és akkor talán majd még csinálok máskor is hasonlót. Na, úgyhogy én mentem is kicsit pihenni. Sziasztok!